A térségben számos olyan kormányzati fejlesztés valósult meg, amely a turizmus frissítését ösztönzi, mondta köszöntőjében Janó Márka miniszterelnökség közigazgatási államtitkára. A többi között elkészült a velencei tavat Székesfehérvárral összekötő bicikliút, zajlik a hajózás fejlesztése és felújították a partvédműveket a velencei tavon. Ugyanakkor égetően fontos feladat a tó alacsony vízszintjének orvoslása, amely részben az aszályos időjárás miatt alakult ki. Ez központi témája volt az idén nyitónál hangzott előadásoknak. Erről beszélt Eszeli Zoltán országgyűlési képviselő is, aki elmondta, a tavaly elkészült kormány előterjesztés tartalmazza zámoly-pátkai tavak rendbetételét és az 1993-ban létrehozott kincsesbányai karsztvíz utánpótlás újraindítását is. Hozzátette, ezekkel a beruházásokkal javítani és olcsóbbá lehetne tenni Székesfehérvár ivóvízellátását. Illetve egy új lehetőség vizsgálata van napirenden, ami részben megoldást jelenthet a velencei tó problémáira. A velencei tó környékén keletkező szennyvíz tisztítás utáni puffertavak, indikátornövények és indikátor élőlények igénybevételével történő tesztelése utáni velencei tóba történő juttatása, ami itt egy nagyon komoly szakmai háttér rendelkező csapatnak, amelyet Áder János leköszönő köztársasági elnök úr felkérésére végezték el ezt a munkát, ezt papírra vetettek. Ezt is érdemes vizsgálnunk. Az ünnepélyes idén nyitón átadták a velencei tóért díjat, amelyet Lukács László néprajzkutató vehetett át.